Szóval akkor szép jó estét mindenkinek, vagy jó reggelt, vagy jó szép délt, éppen ami, akinél van, ami. Um, szeretném elmondani így az elején még a felvételnek, hogy van egy brightoni meghívás Angliában, úgyhogy aki szeretne. akár Magyarországról is feliratkozni szójatok, privátban um, is lehet. Um, vagy a weboldalon, és akkor lesz Budapesten egy ö, ö, találkozó, május 25-én a Magnetházban, és ö, ö, a következő tábor, ugye az a Mátrában lesz, de azt igazából már nem is hirdetem, mert tele van. Ö, és ö, akkor a Pilisbe, ami három éjszakás ö, tábor lesz, vagy elvonulás, vagy hogy hívják, ö, ott még van. Hát talán egy-két hely, hogyha még valaki szeretne, az ugye augusztusban, lesz augusztus elején, Brighton pedig augusztus végén, és akkor majd előkészülőben lesz egy következő magnetházas találkozó szeptember-vége-október eleje, azt majd kiírom a csoportban is Ö, ott lesz, fönt lesz. Jó, ezek voltak a gyakorlati információk. Lehet közben a chatbe is beírni, hogyha szeretnétek. Bármit akkor ugye nem kell megszólalni, hanem elolvasom, és akkor arra is tudok válaszolni. Na, jól van. Hát akkor a téma, egy kis bevezető, amiről beszélgetünk ma, az ugye bár a semmi, vagyis a végtelen üresség, ami egyszerre minden és semmi egyszerűen azért nehéz erről beszélni, mert, mert annyira egyszerű, és annyira nyilvánvaló és világos, és egyszerűen nem a szavakról szól, és a megértésről. Bármilyen szó, vagy egyáltalán bármi, ami erre rávilágíthatna, az csak egy halvány útmutatás lehet, hogy, hogy, hogy mi az, ami éppen történik. Tehát minden csak ez, ami éppen történik. Ez maga a végtelen. Maga a végtelen történik most. A képernyő, arc, szájbeszél, fal, padló. Bármi, amit keresel, az minden itt van előtted. Egyszerűen nincs mit keresni. Minden, amire vágysz, mindenre, amire az én vágyakozik, mindig is, mindig is itt volt előtted, most is itt van. Ez maga a végtelen, minden. A hűtő, a hűtőnek a zaja. Az izzadság a hátadon. A gyomorfájás. A papírszalvéta, a viszkető tenyered, minden az. Semmi nincs ezen kívül. végtelen, végtelen szabad energia, amiben megjelenik, megjelenik egy érdekes módon is ismeretlenül egy beszorult energetika, ami ugyancsak teljesen öntudatlan és ismeretlen, és ami kijelenti azt, hogy én én vagyok. Végtelen, végtelen szabadság van, és ez nem egy megértésből jön. Energetikailag érződik, amikor a megosztás, vagy igazából ez a rávilágítás, mert nincs is megosztás, mert nincsen kettő önmagában történik, a tisztán érződik, amikor maga a rávilágítás radikálisan tiszta, az, hogy nem egy középpontból történik, hanem maga a végtelen beszél. És ez egyszerűen felfoghatatlan. Felfoghatatlan az, hogy nincsen egy középpont. Nincs kint és bent. Nincsenek ellentétek, nincs jó és rossz. Soha nem is volt. Ugye csak a látszólagos duális világban van a kettősség. Hogy vagyok én, és vannak a többiek. Vagyok én, és vagyunk mi. Vagy vagyok én is. Vagytok ti. De hát valójában ez a látszólagos megosztás, mert igazából ugye nem történik semmi, hiszen ez maga a végtelen, nincsen idő és nincsen tér. Minden csak látszólagos tünékeny, csak egy építmény. Tehát, hogy maga ez a látszólagos ugye, rávilágítás vagy megosztás azért történik. Mert hogy valahogy megszületik egyszer csak ez a beszorult energia, ami igazából nem is a testben történik, hanem valahogy, valahogy a test körül lokalizálódik egy energetika, mint testi kontrakció, sejtszintű össze, összeszorulás, összezáródás. Egy sejtszintű feszültség, feszültség a testben, a test körül, hogy én, én vagyok. És ez minden magának tulajdonít természetesen illuzórikusan. Tehát maga az üzenet az, hogy nincsen senki, soha nem történt semmi. És az, ami történik látszólag, tünékenyen, holografikusan, az már történik, és senki számára történik. Az élet személytelen. Nem veled történik. Bármi, ami történik, bármi, legyen az bármi, semmi nincs ezen kívül. Az minden maga az élőség. Maga a végtelen szabadság. És minden szabad. Már szabad. Semmi nem rossz. Semmi nem rossz. Ez nem a megértésről szól. Nem rólad szól, és nem neked szól. Te nem akarod ezt hallani. Nem akarod hallani azt, hogy te nem létezel. Soha nem is léteztél. Ez egy nem létező világ. Csak az van, ami éppen van csak az van, ami éppen látszik. Mutas valamit, ami nem ez. Mutas valamit, ami nem ez. És akkor ugye megtörténhet akár a megosztás alatt, vagy különben bármikor, mert ugye nincsen feltétel, ez maga a feltétel nélküli szeretet, a varázsló, az élőség varázslata, hogy egyszer csak teljesen magától, öntudatlanul semmit nem te csinálsz, ez a beszorult energetika, ami kijelenti, hogy én, én vagyok, egyszer csak visszapugulhat a végtelembe. Visszaolvad abba az átölelő, szépséges élőségbe, ahonnan tulajdonképpen soha, soha nem került ki. Maga az ébredés, az maga az öntudatlanság, az, hogy többé nincs senki, soha nem is volt. Megszűnik az, ami kijelenti azt, hogy én vagyok. Energetikailag megszűnik. Kioldó, kioldódik látszólag ugye ez a sejtszintű kontrakció, ami tulajdonképpen valós és nem valós egyszerre, mert annyira gyors minden, hogy így nem felfoghatatlan. Az élet az varázsló. Mindent elét tesz, a kellemetlenségeket is természetesen. <laughs> az életet nem érdekli, hogy veled mi van. Abszolút nem érdekli, hogy fáj neked, vagy nem. Nem ismer fel téged, vak, semmit nem ismer fel. Maga az ébredés az igazából veszteség, mindent elveszítesz, amit tudtál. Minden tudás eltűnik, visszaolvad a végtelenbe energetikailag, sejtszinten, testszinten, és csak az marad, ami van. Csak az marad, ami mindig is volt, ami soha nem ment sehová az a vad szenvedélyes, őrült, mindent átölelő káosz, ami rendnek tűnik. És minden csak egy megjelenés, minden csak tünékeny. Ugye megszűnik a, megszűnik a távolság, minden megszűnik, ami, energetikailag kivetítés, ugye gyerekkortól kezdve a távolság, az, hogy vannak mások más testekben, az, hogy meg kell oldanom valamilyen helyzetet. Ugye az én, az, ahogy elkülönül rögtön viszonyul mindenhez, mindig viszonyulás van mindenhez, és nem, nem csak testekhez, hanem helyzetekhez, dolgokhoz, tárgyakhoz, problémákhoz, Bármi, ami a térben megjelenik, még a levegőhöz is, amit beszívsz, ugye? Mert annyi légző gyakorlatot csinálunk néha ilyen, ilyen olyan tanfolyamokon, hogy még a lélegzetethez is viszonyulsz, hogy hogy kellene ezt helyesen csinálni. Semmit nem kell megtanulni, ez nem tanítás. Ez semmivel nem tud többet, mint te ott, a, mint azok az arcok, akik ott ülnek a képernyő, a képernyő másik oldalán semmilyen tudás nincs ebben, ez nem a megértésről szól, soha nem fogod megérteni, ezt senki nem fogja megérteni. Megfoghatatlan, mert nem egy tárgy, nem egy fogalom. Az én, mivel elkülönültségben létezik, látszólag ugye mindent tárgyasít, mindent meg akar fogni, mindent birtokolni akar is magáévá tenni és azzal valamit folyamatosan kezdeni akar. Majd ezzel megoldom az életem, majd ezzel majd jobb lesz, majd majd lesz még több. Mindenből több, több kapcsolatom, több házam, több pénzem, több vagyonom, több hatalmam. Még több, még több, még több, mindenből még több, és akkor talán majd azzal tapasztalás mindenből még több. Az ébredés, az a tapasztalónak a halála, nincs tapasztaló, és nincs tapasztalás, soha nem is volt ez nagyon radikálisnak tűnhet, de igazából paradox egy picit, de csak az én számára. Amúgy meg, hát ugye, ahogy a Tony Parsons mondja, ez nekem nagyon tetszik, hogy igazából ugye egy, egy energia van, de hogyha így vesszük egy picit a sztori kedvéért, ugye, két valóság van. Az egyik valóság az a mesterséges valóság, az én valósága, amit ugye létrehoz a sok koncepcióból, meg hitrendszerből energetikailag, pici kortól, amikor ugye elkülönül létrejön a távolság, és megszületik, hogy én-én vagyok az öntudat. E, ugye ez a mesterséges valóság, ami olyan, mint egy burok, és, és a, a, abból a burokból néz kifele, ilyetten a, a, a pici testből néz kifele, ugye az az energia, és mindig figyel, és mindentől retteg, retteg a kinti ijesztő világtól, és mindentől szeretné megvédeni magát, ugye, mert folyamatosan hiányban van. Mindez mindig energetikailag, ezt hangsúlyozom, szóval nem mentálisan történik, az csak utólag jön, a gondolat, jönnek a gondolatok, és a másik valóság, ugye az a természetes valóság, maga az élőség, az élőség szerelme, az, hogy minden él és mozog látszólag, mert valójában nem mozog, ugye ez a végtelen, tehát nincsen idő, nem halad sem erre, csak úgy tűnik, semmi nem halad sem erre, tehát, Igazából teljesen fölösleges minden, csak, csak az élőség öröme marad, ez az önfelett gyermeki kíváncsiság mindennel kapcsolatban, legyen az fájdalom, bármi, akkor is, hogyha nagyon-nagyon fáj, vagy kellemetlen, vagy beszorult a testbe, vagy feszültség van, az is az, ha nem tetszik itt valami, vagy éppen felállnál, vagy nem tetszik, hogy ittam egy kontrolt, vagy bármi, <laughs> akkor, is, akkor is ez az. Semmi nincs ezen kívül. És ugye a karakter végtelenül szabad látszólag ugye az ébredés után, bár nincs előtte meg utána, de így a sztori kedvéért a karakter végtelenül szabad, és és valójában, amíg nem omlik le, ugye ez a beszorult energetika, addig soha nem tudhatod meg, hogy a karakter ugye nincs ki tudja, de hogy, tehát hogy maga a karakter soha nem tud úgy viselkedni, vagy soha nem úgy működik, vagy mozdul, ahogy az a természetes valójában megnyilvánul, mert olyan mélyen az énnek a hitrendszerei és koncepciói működtetik testi szinten, hogy egyszerűen képtelenség a testnek az, hogy annyira szabadon mozduljon, ahogy a leomlás után látszólag. Úgyhogy ugye um, bár nem történik semmi, <laughs> és ez hihetetlen, hogy nincsen idő, semmi nem történik előtte is utána. Ez nem lineáris, nincsen múlt és jelen és jövő. De ugye az én nem tud másképp létezni csak az időnek a rabságában. Igazából börtönben vagy, tehát hogy be vagy börtönözve rendesen. <laughs> És néha kényelmesebbé teszed a börtönödet ezzel-azzal. De igazából így is, úgy is börtönben vagy, amíg, amíg így vagy. Látszólag. Na jó, úgyhogy... Ez az, amiről ma beszélünk, hogy ha van bármilyen kérdésetek, akkor... Hangosítsátok fel magatokat, és vagy lehet írni a csetbe. Bármi, ami történik, már történik, és az maga a végtelen, semmi nincs ezen kívül. És nagyon egyszerű, csak ahogy mozdul a kéz, ahogy ülés van a széken. Ahogy a lebegő beáramlik az ajtón, csak egy arc, ami beszél, egy száj. Még azt egy annyit szeretnék tisztázni, hogy nem az van, ugye, hogy, hogy testek vannak én nélkül, tehát vannak testek, és nincs bennük senkit, sok kis senki szaladgál össze-vissza a világban, tehát ugye <laughs> spirituális barátok, guruk, bárki, tehát hogy nem arról van szó, hogy nincs senki a testben, hanem egyáltalán nincs senki és semmi. Minden üres. Minden üres. Semmi nincs mögötte. A testből is csak annyi van, amennyi látszik. Mindig meg vagyunk győződve, hogy a testnek ott van mindene mindig, hogy az egész test jelen van mindig. Mindig csak annyi van, ami látszik. Energetikailag. És bármi, ami éppen nincsen előtted, az csak információ, csak itt létezik. Nincs Magyarország, nincs Spanyolország, nincs Gran Canaria. Csak a fejedben van. Nincs Amerika. Nincs föld. Nincs óceán. Tehát, hogy nem Ágnes van én nélkül, hanem egyáltalán nincs Ágnes, soha nem is volt. Csak egy száj van, ami beszél személytelenül. Az élet beszél, rajtad keresztül is, pont úgy, ahogy ezen a szájon keresztül. Vége a különlegességnek. Ebben semmi különleges nincs, nagyon egyszerű. Magától beszél a száj, magától történik minden, teljesen magától történik. Látszólag, mert igazából nem halad sem erre. túl van minden megértésen. Az élőséget nem lehet tanítani, mert élő. Nem tudod utolérni. Már nincs. Ez csak egy rávilágítás arra, hogy már történik minden. Már történik magától, nem te csinálod. Nincs között hozzá, soha nem is volt. Ez amúgy hihetetlen, hogy valójában ez a Zoom nem kezdődött el. Egyáltalán nem is történik, csak úgy tűnik. Minden teljesen áttetsző. Egy színpad, fantomszínészekkel és fantomszereplőkkel. Akik játszák álom életüket, aztán néha lelépnek a színpadról, aztán meg mások lépnek a helyükbe. Nem létező világ, nem létező színészekkel és szerepekkel. Semmi nem valós. Semmi nem szilárd. A test sem valós, csak úgy tűnik, szilárdnak érzékeljük, de egyáltalán. Csak folyamatosan mozog, minden mozog, az egész tér mozog. És semmi nem ugyanolyan, mint az előző, nem is lehet pillanatot mondani, tehát minden, semmi nem ugyanolyan, minden friss, új, új, új. Azt hiszed, kint az erkély, vagy az utca, ahol az autódat hagytad, az ugyanaz, mint öt másodperce, nem? Minden mozog. És az utca sincs, csak amikor kimész, akkor talán ott van, de lehet, hogy nincs. <laughs> Egyszerűen, nagyon egyszerű, és mégis csodálatos az egész, ahogy működik. <laughs> Fantasztikusan, egyszerű és gyönyörű. Az élet, az élőség energetikai. Semmi köze a szavakhoz. A szavak, a szó, a szöveg csak egy eszköz. Igazából pluszban van. Ezért beszélek ennyit. <laughs> Nincsen szabad akarat, nincs szabad választás, nincs. Soha nem is volt. Minden már történik. Már megvan történve, már megvan, már megvan, és ez nem predestináció, nincs előre megírva semmi, mert ugye az időt feltételez. Ebben nincs terv, terv nélküli, szándékmentes, nem akar semmit, nem akar semmit megváltoztatni, tisztán az, ami. Öntudatlanul, önfeledten. Semmit nem akar megváltoztatni. Mert már teljes és tökéletes. Miért is kellene? Nem hasonlul semmihez, nem akar jobb lenni vagy rosszabb. Már teljes úgy, ahogy van. Legyen az bármi. tiszta szerelem, szenvedély a kifejeződésre. Ez az élőség öröme, szenvedély a kifejeződésre. Ez az a szerelem, az öröm, a végtelenségben, amit keres kutat minden művészeti ág, minden énekes, költő, író, minden színdarab, minden szerelmes pár szerelmesen erről dalul, erről dalul a tavasz. Végtelen szerelem, feltétel nélküli, szenvedélyes. Minden erről dalol, az egész tér, szerelem. Minden erről dalol, minden. Folyamatosan énekel neked, minden énekel neked, hogy ez az, ez az otthon. Semmi nincs ezen kívül. Ez maga az otthon. Nem kell sehová menni. Nincs hová menni. Ez az otthon. Legyen az bármi. Bármi, amit keresel, minden itt van. Minden. Üres, mert semmi jelentősége nincsen, és semmi értelme és célja nincs az életnek, mert nincs idő. Tehát nem halad. Minden üres. Üresek a testek is. Nincsen mögöttes, nincs kívül és belül nincs fent és lent, nincsenek ellentétek, nincs jobbra és balra, csak végtelen energetika van, végtelen energia áramlás van, amiben minden kifejeződik látszólag, tünékenyen. A szemek csak néznek, nem te nézel. Ivás van és ebés, nem te eszel és te iszol. Nincs birtoklás, soha nem is birtokoltál semmit. A test is teljesen szabad. A test maga a szabadság, maga a végtelen, olyan, amilyen, nem tud más lenni. A test nem tud más lenni, olyan, amilyen éppen, és ez is maga a végtelen. És nem valós. A test nem különlegesebb, mint bármi más. Te nem vagy különleges. Semmi vagy, és minden egyszerre. Ezt most értsd jól, hogy vagy. Nem te, hanem maga a végtelen. Csak a szavak néha. Szóval semmi, üres minden, és mégis tele. Mégis tele van, tele van mindenne. Látszólagos érzetek, érzelmek, tárgyak, érzetek a testben, a térben, illatok, érzékszervek működnek maguktól. Nincs egy másik nirvána, vagy egy másik semmi. És a semmi az nem egy valami, valahol elrejtve, valahová, valahol, ahová el kell jutni. Ez maga a semmi, ez maga az üresség. üres és tele egyszerre, és ez felfoghatatlan, ez a paradoxon az ellentét, hogy lehet egyszerre valami üres, vagyis hogy a minden üres és egyszerre tele. Hogy? Hogy? Egyszerre üres és egyszerre tele. Nincsenek tárgyak a térben, semmi nincs, csak úgy tűnik. De mégis nagyon valós az illúzió. Nagyon. Nagyon-nagyon valósra sikerült. <laughs> ez nagyon leoffol mindenkit, hogy nem történik semmi. nem nagyon van, mit kérdez. Közben még elmondom, hogy elkészült a könyv, befejeződött az első könyv, úgyhogy majd most majd következik a, a többi, hogy kiadásra kerüljön. Jó lesz, szép lesz. Nekem jó lesz a kézirat is. Ja, <gül> jó. <gül> hát az eléggé olvashatatlan, úgyhogy. Nem baj, de nagyot fog élni. <laughs> igen. Hát majd valószínű, hogy lesznek a ötlet volt erre, hogy a kéziratból lesznek részletek a könyvben, mert hogy ugye kézzel íródott, úgyhogy uh, um, úgyhogy lesznek részletek benne, rövid részletek, de olvashatatlanul ír a semmi, úgyhogy... <laughs> még közben azt is, hogy megköszönöm azoknak, akik uh, uh, küldenek a Zoomra pici összegeket, bármi jól jön, mert ugye erre bérlet van, vagy aki az élőre is el szokta hozni, úgyhogy köszönöm. Még aki tud, akkor azt örömmel. Végül is nincs kettő, úgyhogy a rendszer önmagának adja. Aki teheti, persze. Miért van nálad ilyen világos? Ö, hát itt a Kanári szigeteken ugye két ja. órával. Igen, két órával korábban van itt. Nem ja, egy órával korábban, mint Magyarországon, de amúgy itt igen, hát itt is később sötétedik. Most ki is költözték. <laughs> Nem. Most itt még csak fél nyolc múlt. Ja, akkor azért. Nem, de kiköltöznék szívesen. De még ugye azért hív, hív Magyarország is, meg, 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 Románia is, meg még hív, hívnak a találkozók, meg minden, meg azért így jó utazni is ide-oda. Meg minden pontosan úgy történik, tehát, hogy már történik, úgyhogy nem igazán, nincs beleszólás. Azt hiszed, hogy nagyon érdekes, hogy az énnek mindig úgy van, hogy ugye, hogy Ö, azt hiszed, hogy ö, egy részét te csinálod, a többit meg nem te csinálod. Tehát, hogy az én, az mindig így alkudozik. hogy Értem, értem, hogy egy részét nem én csinálom, de vannak dolgok, amiket tutira én csinálok. Tehát, biztos. Ö, és ö, hát ez a furcsa ebbe az egészben. Igen. Hogy Ezért... az ember az azt hiszi, hogy ezt ő csinálja, az közben meg mégsem. És kutya a szomszéd. Igen, hát ezért radikális az ez a megosztás, mert egyszerűen senki nincs, soha nem is volt. Magától történik minden. Ez igazából lehet egy megkönnyebbülés is, vagy könnyedség, hiszen nem te csinálod. De... Viszont, viszont azért idegesítő is igen, igen, persze, hát nagyon fontos. Főleg, mondjuk pénz, pénzügyekben. Tehát, hogyha ha ezt nem én csinálom, akkor miért nem jön? Azért, mert elvárod, tehát mindig van az énnek, mindig van egy elvárás, hogy a bőségről is minden, mindenről van egy koncepció, egy hitrendszer, hogy mennyi pénzem legyen, mennyi vagyonom legyen, az nekem most hogy lenne elég, a világ szerint hogy lenne elég. És egyszerűen ugye maga az élet, az mindig Pont azt teszi eléd, amire szükség van. De mivel az én mindig hiányban van, ugye, mindig van egy, egy, egy elégedetlenség, mivel hogy el van különülve energetikailag, mindig van egy alap elégedetlenség a háttérben, hogy nem vagyok elég, van egy értéktelenség, és akkor az én azt mindennel pótolni, pótolni próbálja. Ugye, bármilyen materiális dologgal, pénzzel, akár étellel, bár, bármivel, tehát bármi, ami, ugye, ami örömet, örömet okoz, mert egyszerűen maga az örömérzeteket valahonnan össze kell szednie. Mert hogy ugye be van, nagyon be van a tudás által, be van korlátozva. És akkor egyszerűen tudásból, ugye minden, az én, az csak a tudásban létezik. És azt hiszi, hogy minden tud az életről. Tehát abszolút egy ismert, egy ismertség van a, a, az énben. Tehát, hogy megtanulunk picik kortól, hogy hogy megtanuljuk, hogy hogy kell élni hogyan élt a család, hogyan élnek a társadalomban, hogy jó. És ha valami nem úgy van, vagy nem úgy csinálod, akkor rögtön a rendszer már megzavarodik, ugye ettől a, főleg amikor ez a szabadság ugye bekerül, a, vagy szóba kerül, vagy akár energetikailag a térbe, akkor nagyon meg tudnak a rendszerek zavarodni, főleg ahol még ugye erős a, a, az energetikai érzet, hogy én én vagyok. Mert hogy annyira itt már ugye leomlanak a koncepciók, meg a hitrendszerek, hogy hogy kellene. Tehát ugye a bőségről is be van, be van rakva ez a hitrendszer, hogy, hogy, hogy kellene gazdagnak lenni, vagy hogy... Tehát, hogy miért, és akkor ha több pénzed van, akkor attól boldogabb vagy, ugye? Tehát nem mondom, hogy nem, tehát, hogy a pénz az nagyon jó, de pont ugyanolyan jó, mint bármi más, mint a levegő, tehát semmi nem fontosabb, mint más. Csak annyira ugye a világ ezt nyomja, szajkozz ezt, hogy, hogy a pénz, meg hogy a, a vagyon, meg a hatalom, meg minden rólad szól, nagyon erősíti a világ, látszólagos világ az individumnak, az egyénnek a, a, hitrendszerét, mármint hogy én, én vagyok, és minden rólam szól, és egyedinek kell lennem, és különlegesnek kell lennem, és az élet mindig mindent oda tesz, de ez nagyon-nagyon egyszerű. Nagyon. Pont, pont az, amire szükséged van. És az lehet egy, nem tudom, nagyszerű dolog lehet, mint anyagilag lehet egy nagyon egyszerű dolog. Tehát bármi, pont ami előtted van, az teljes és tökéletes. De az ugye az énnek az soha nem elég. Mindenből mind több kell és több kell. Mert biztonságot akar. Ugye retteg, ott van a retteg, és el van különülve. Jaj, ha nincsen ennyi, vagy nincs annyi, akkor mi lesz holnap? És ugye annyira az időben él. Tehát energetikailag az időben él. Ugye az emlékeknek a birodalmába csak az emlékekből él, a tudásból, az, amit megtanult, és ugye ez sejtszinten. Nagyon-nagyon erős, amit ugye megtanulunk a szülőktől. Ez a teljes anarchia, leomlik minden, minden hierarchia, az egész hierarchikus rendszer leomlik, tehát nincs fölötted senki, és nincs alattad senki. Egyszerűen maga a végtelen szabadságban már szabad minden, nincsen benne autoritás, nincs egy főnök, nincs Isten, nincs család, nincs, nincs lélek, nincs, senki nincs, soha nem is volt. Senki nincs, és ezt nem irányítja senki, se kívülről, se belülről. Magától működik. Ó, kis kiskutya, de szép! Dori, nagyon elfáradt. Ez teljes veszteség, teljesen leválaszt mindenről, amit eddig tudtál, és mindenféle családi ö, és ö, ugye hierarhiai kötésekről, mindenről leválaszt. Ugye jó, pici kortól másoló programok vagyunk, másoljuk a szülőket, mindenkit. Gábor, majd felhangosítod magad, hogyha kérdezel, jó? Még a szöszmötölés is, is haladsz. Bocsi, bocsi. Nem baj. Ó, dóra, köszönöm. Köszi. Hát. Ez valahogy magától történik, könyv is minden. Semmilyen szándék nincs, vagy nem volt rá, egyszerűen magától megíródik. valójában ugye függőségek sincsenek, mert egyszerűen maga a test többé nem emlékszik semmire, tehát nincs tudása arról, hogy az előző nap mi történt, sőt, általában arról sincs, hogy most mi történt az előző órában. Az agy még emlékszik persze, hogy mi van, vagy az étel hol van, vagy az autódat hova parkoltad, valami, de energetikailag a test nem emlékszik, hogy dolgokra, hogy mi történt, már csak egy egyre kevésbé ezért valójában ugye a függőség is az, az, is csak egy emlékből jön, történik egy jó érzet, és akkor azt a test mindig be akarja ismételni. Igazából itt már ugye semmit nem akar megismételni, nincs többé, le, az ismétlő programok, nincs másolás többé. Ezért szabad a karakter, és ezt soha nem láthatod meg. Tehát egyszerűen annyira erősek a, ugye a viselkedés minták, meg amik a testben vannak írva, hogy, hogy ezért viccesek ezek, hogy ismerd meg önmagadnak, meg stb. Te soha nem tudod önmagadat megismerni, mert nem tudod, hogy milyen, vagy nem tudhatod. Mert maga az élet mozdít a szabadságra, és ebben nincsen semmilyen tudás. de a testnek például a nikotira, hogyha hiánya van, akkor, akkor a test emlékszik arra, hogy, hogy ugye hiány van nikotinból. Persze, persze, abszolút. Igen, igen. Amíg még én van, addig függőség van. Valójában látszólag utána ugye nincsen, mert akkor is lehet akár cigarettázni, vagy mit tudom én, szerintem van aki. Tehát semmi nem rossz, semmi nem rossz. De hát az én az tiszta függőség, szóval az minden, mindenre, társra, szituációkra, problémákra, bőségre, vagyonra, hatalomra, szexre, mindenre függ, mindenre függ, csak ugye öröme, öröm legyen benne. Érdekes, a fájdalomra nem függ. Arra nem akar rá függeni, hogy még egy kicsi gyomorfájás, még egy kicsi fejfájás, vagy valami. Arra nem függ, csak a jó dolgokra. Történt veled mostanában valami változás? Vannak közben energetikai történések, de igazából így, hú, ha el kellene mondani, akkor nagyon nehéz lenne. Az csak a sztori lenne, ugye? Hát valójában csak a történések vannak, mindig látszólag vannak változások, de igazából az csak maga a sztori, ugye? Mert valójában annyira gyors minden, hogy nincs emlék már rá, és akkor így nem, valójában nem, amúgy sem történik. Tehát ha most bármit mondok, az ugye az úgyis csak a történet, és az maga a történet az meg mindenkinél változhat amúgy ugye ez is egy félreértés, ugye, amikor a megvilágosodásról szó kerül, főleg spirituális körökben, akkor hihetetlen ilyen félreértések vannak ezzel kapcsolatban. Ezzel is ugye be van rakva egy csomó hitrendszer, rengeteg meg, meg, meg koncepció, hogy milyen az, hogyha meg vagy világosodva. Tehát millió, milliárdnyi ember elhiszi magáról, hogy meg vagyok világosodva, mert egyszerűen van egy standard koncepció, hogy az úgy milyen is kellene legyen, és akkor mondjuk egyszerűen konkrétan elhiszi az én, ugye felépít egy új identitást abból, hogy én senki vagyok. Tehát nem elég, hogy vagyok egy személy, meg még mit tudom én hány aspektust odarak magának, meg felépít, vagy nem tudom, mi csodádnak nevezik, és akkor még ugye felépít még egy senkit is. Tehát, hogy senki is vagyok, és természetesen tudok róla, és ettől még különlegesebb vagyok, hogy én már senki vagyok. De ugye ez a maga a megvilágosodás, az, az Hát az egy vicc. <laughs> az maga a sztori, ugye senki nem világosodik meg. Ma, úgy is, tehát csak megvilágosodás van, csak fény van, mert semmi nem történik. Tehát ez mikor megtörténik, akkor nem fogsz tudni róla, is. ez, ugye ez leírhatatlan, ez, ez egyszerűen leírhatatlan. Ezt nem lehet elmagyarázni. Uh, és uh, ugye a visszatér, vagy a megvilágosodott ember, vagy nem tudom, test, akkor az, az ilyen tökéletes, meg akkor egy tökéletes énben van, meg egy mit tudom én miben, uh, hogy milyen jó, meg ügyes, meg szép, meg akkor ő már jól van, meg vele semmi baj nem történhet, meg ilyen blablabla Nem, ez maga az élet. Élőség, élőség, nincs semmi visszafolytás, nincs visszatartva semmi, minden szabadon történik. És ez persze lehet ijesztő, mert teljesen, ugye mozdulhat másképp a test, mint addig, vagy ki tudja, most már az ismeretlen mozdítja. Úgyhogy ez nem, nem arról szól, hogy te jobb leszel, vagy szebb leszel, vagy sőt, még rosszabb, nem létezel, tehát egyszerűen csak egy test mozdul. Tehát, hogy a Toni mondja jól, hogy nem az van, hogy senki nem csinál semmit, hanem konkrétan nincs senki. Nem az, hogy senki, tehát nincs senki, és nem történik semmi. ez nem a becsületességről szól, vagy az igazmondásról, vagy egy igazságról, ami, ami ugye az kőkeményen be van rakva, és akkor az másképp nem lehet. Nem. Az élet kiszámíthatatlan. Szabad esés. Egyáltalán nem tudod, mi következik a következő pillanatban, csak azt hiszed, hogy tudod. És ha nem az van, akkor ugye esetleg kiakadsz, vagy akár nem, de akkor is ott van ugye, hogy hú, valamit nem jól csináltam, majd legközelebb talán jobb lesz. Miért kellene jónak lenni, vagy ügyesnek, vagy kedvesnek, vagy miért kellene? Miért? Nincs kettő, tehát eltűnik az, hogy a testekben vannak mások, nincs senki. Hát ez veszteség, nem nyereség. ezzel te nem nyersz semmit. Ezért igazából fölöslegesek ezek a találkozók, az is, hogy hallgatod vagy nem hallgatod, teljesen mindegy, magától történik. Ez a kezdet és a vég, a vég és a kezdet. Tünemény, tünékeny jelenség minden. Olyan, mint egy hologram. Nagyon radikális ez a rávilágítás, és még csak néhányan beszélnek erről igazán öm, energetikai, energetikailag középpont, mentesen ugye nem egy lokalizációból arról, hogy nincs senki, és nem történik semmi. Nincs szabad akarat. Ez nem halad sem erre. Ez a meeting nem akar semmit. Nem akar megváltoztatni, nem akar jobbá tenni. Egyáltalán miért is baj az, ami éppen van? Lélegzik a test, energia falként, szellő az arcodon, folyik a víz a csapból. illatok, hangok. Zúgás, madárcsicsergés, koroga hasad. Vagy éppen egy erős feszültség, akár melkas vagy bárhol. Ezek mind-mind, a, még a feszültség is bármi megtörténik, ugyanúgy teljesen természetesen a leomlás után is. Csak egyszerűen nincs többi ragaszkodás. Gyorsan tovább is megy lehet dű, türelmetlenség, nincs lefolytás többi, egy tökéletes énre vágyva, vagy nem tudom mire. Tisztán csak az van, ami... Igen, ha kellemetlen, akkor kellemetlen, és nagyon kellemetlen lett, és nagyon fájhat. Nem valós a fájdalom, csak úgy tűnik. Valójában az agyhoz létre mindent. És az agyat nem irányítja senki, semmit nem irányít senki. Sz felfoghatatlanul nincsen következmény, ezért nincs felelősség, soha nem csináltál semmit. Mert ez nem történik, és nincs te. Nincs többé bűntudat meg szégyen érzed. Bármi van az maga az otthon minden azt ordítja, üvölti körülöttet, hogy semmi nincs ezen kívül. Bármit is keresel, semmi nincs ezen kívül. Semmi. Soha nem is volt, ez soha nem hagyott el, soha nem ment sehová. Maga a végtelen tart a tenyerén, a semmi közepén, a végtelen tart a tenyerén. Ez a feltétel nélküli szeretet. Semmilyen feltétel nincs benne, mindent átül el. Mindent. Mindent. Na még néhány perc, úgy körülbelül, nem tudom, tíz perc, még maximum. Úgy érzem, úgyhogy ha még valaki szeretne, bármit is. Ági, én megpróbálnék kinyökögni valami kérdést. Jó-jó, bár úgy érzem, hogy már valamelyest válaszoltál is rá, meg, meg korábbi megosztásaidban is valamennyire válaszoltál már rá, de, de azért meg is megpróbálom megkérdezni. Szóval, hogy én mostanában úgy vagyok, hogy hogy így viszonylag sokat hallgatlak, meg, meg újra hallgatlak, mert hogy azt érzem, hogy van egy ilyen írdatlan nagy öröm számomra abban, amit te mondasz, és így ragad rám, és így érzem, hogy, hogy így, így valami így alakul bennem, és, és van egy olyan, egy nagyon örömteli élményem, hogy így elkezdenek nem érdekelni a dolgok, de hogy azok a dolgok, amikkel foglalkoznom kellene, hogy például pénzt keressek, ami nálam egy kardinális kérdés, mert hogy nagyon kevés van belőle, és ugye albérletet kell fizetni, meg enni kell, meg blablabla. Bla, bla. És hogy, hogy így vannak ilyen ötleteim, hogy fú, mit kell csinálni, és ott van az a feszültség, hogy új, ezt meg kell csinálni, és ugye ott van a bizonytalanság is, meg ott van az is, hogy új, nagyon szeretném megcsinálni, mert van hozzá kedvem, de ott van a bizonytalanság, hogy új, nem fogom tudni megcsinálni, és akkor van ez a húzavona, és egyszer csak így az jön, hogy nem érdekel. <laughs> és akkor mondjuk így eltöltök egy tök jó napot, valamit vagy csinálok, vagy nem, ugye mindig van mit csinálni, mert kisgyerekkel vagyok egyedül, suliba vinni, hozni, kaját csinálni, aztán ha jön valaki kezelésre, azt csinálom, stb. Elfolyik az idő, és akkor így eltöltök egy napokat úgy, hogy alapvetően, mint, a, mint aki megbolondult, néha úgy érzem magam, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon örülök a bárminek, annak, hogy jaj, de szeretem ezt a szalvétát, vagy mit tudom én, tehát gyakorlatilag így ez, ilyen élményekkel vagyok tele, és aztán egyszer csak így rámomlik, hogy hogy úristen, ki kell fizetni a nem tudom én, ezt, meg azt, meg most, és hogy, hogy van, -e, van, bennem egy ilyen zavarodottság, hogy, hogy most akkor, akkor hagyjam, hogy történjen a bármi, de hogy, hogyha nem csinálok semmit, akkor abból hogy lesz pénz? Tehát, mint egy ilyen pingpong, ilyen, igen. És ugye ebbe vagyok így szétesve, hogy, hogy, ilyen, hogy mit csináljak. Hát van egy rossz hírem először is, nincs te, tehát nem csinálsz semmit. Ha te csinálsz valamit, azt sem te csinálod, hanem a test mozdul. egyszerűen, amikor pénz probléma van, akkor, akkor az van, tehát egyszerűen a pénz sem valós, viszont ugye annyira van egy hiány a rendszerben, ugye? És maga, azt mindig elmondom, hogy az életnek a természetes léte, az életnek a természete inkább így nem is léte, mert létezés sincs valójában. A természetesség az élőségnek az a bőség, és nem a hiány. Tehát mindig minden, mindig minden ott van a térben, mindig. Csak annyira be van a tudás arra téve, hogy ez nem elég. És persze, hogy lehet az, hogy pont nem elég a pénz arra a bérletre, vagy nem tudom, de igazából az érzet a lényeg. Tehát nem is biztos, hogy nincs meg a pénz, hanem ott van az érzet a testben, hogy nincs rá pénz, pedig lehet, hogy ott van. És akkor az ugye maga az az érzet, ami valójában, ami meggátol mindent, mert az annyira valósnak tűnik. Tehát mindig a, igazából a, csak a, az érzetek azok olyan nagyon valósak, hogy mondjuk nincs pénzem, vagy... És éppen megtörténhet, hogy tényleg nincsen ott, de euh, figyelj, mikor nincs elég számlákra, vagy nem tudom, akkor meg az történik, de hogy az, az is olyan be van rakva, tudod, hogy akkor minden így marad, meg hogy szegénység marad, meg hogy soha nem lesz több, meg nem tudom, mert annyira energetikailag van, nem mentálisan, hogy hú, nem lesz több. És akkor ott van egy ilyen szilárdság, akár egy blokk lehet, vagy bármi, hogy, hogy hú, tehát nem, nem engedi az áramlást, ugye az, az élet az áramlás. És akkor ugye ez lehet akár családi dologból, bárhonnan, most ez ugye maga a sztori, de igazából történik egy energetikai blokk, és maga az érzet, ugye a testben az, ami megakadályozza valójában az, hogy a, mondjuk pont az az összegbe áramoljon, de általában mindig ott van, csak euh, észre kell venni. Én mindig azt mondom, hogy a potenciálok mindig ott vannak. Maga a hiány az nagyon erős tud lenni testi szinten, az érzet valamire, hogy nem elég, a kapcsolatom nem elég jó, nem vagyok elég jó, így érték ért, értéktelenség. És ugye a kevés, hogy kevés, nem elég, valami nem elég, kevés, pénz kevés, bármi. De igazából te semmit nem tudsz vele tenni, tehát ez csak, csak egy agyalás ezen, hogy... De ugye bármi jó, mert bármilől lehet beszélni, mert igazából csak kérdés-válasz van a rendszerben, tehát dobja föl a kérdést meg a választ magától. Igen, amúgy azt szoktam érezni, hogy mintha így a minták, meg a megek között az ilyen szabad öröm állapot között lenne ez a pingpong, hogy nem ott akkor Igen. nagyobbat, vagy nem tudom, melyik találja el azt a labdát. Aztán egyszer csak ugye semmi nem marad ugyanúgy, tehát minden elmúlik. Igazából arról szól, hogy ugye nincs ragaszkodás, és akkor mikor beindul ez a hogy a könnyedség az életnek az áramlás, akkor egyszerűen ez, ez tovább tud. Tehát minden egy kis zökkenő is, akkor általában egy idő után a zökkenők egyre kisebbek lesznek, egyre kisebb is, akkor az ugye, de amíg ott van az én vagy a személy, ugye mindig lehetnek akármilyen energetikai beállások, mert ugye ott van az a szilárdság, még a valóság, hogy én valós vagyok, akkor valós körülöttem minden is, ezért a testi érzetek is nagyon-nagyon valósak. Igazából még azután is nagyon valósnak tűnnek, sokszor miután leomlik, tehát nagyon sok minden nem változik. Van csomó minden, ami úgy marad, ezért így furcsa is, mert azt hiszed, hogy valami nagy uh, tűzi játék lesz, vagy nem tudom én mi, uh, de igaz, igazán nem. Tehát, hogy valójában az élet az nagyon-nagyon egyszerű, Sőt, még jobban megy le az egyszerűségbe, ugye a tudást, ahogy veszíti el mindenre, még, még inkább megy vissza az egyszerűségbe minden, látszólag. Igazából csak ennyit tudok mondani, hogy semmi nem marad úgy, és lehet, hogy a következő pillanatban már megváltozik, és valami teljesen más történik. Mondjuk akkor az öröm, akkor utána történik egy, nem tudom, egy bejön esetleg egy összeg, ami, ami pont elég a lakbérre, vagy, vagy nem tudom, vagy egy olyan munka, ami... De igen, ez sokakkal ez a, ez a gond, ugye, hogy mert ugye a cselekvő az, az leáll, ugye egyre, egyre inkább a cselekvő az ugye hal meg, és akkor... De valójában egyetlen egy történés van, is az az élőségnek a történése, tehát az élet mozdítja a testet, nem te, úgyhogy cselekvő, mint én, az nincsen, de cselekedet az van, tehát történés az van, úgyhogy az élet az mindig a bőségre mozdít és ezeket a blokkokat ki okozzát? Nem te okozod ezeket a blokkokat. Semmit nem te csinálsz, nem. Ez, egyszerűen ez, ez, történik. Tehát, hogy be van állva a rendszer, ugye a tudás, valójában a tudás, és ez jöhet családból, társadalomból, amit megtanulunk, ugye? A család esetleg úgy él, vagy a, vagy a barátok, vagy a, nem, Bár bárhonnan, ugye ezek mind csak információk valójában, tehát. Hát ezek a blokkok, ezek gátolnak téged. Hát nem téged a testet, meg a Ugye hát de az is úgy gátol, hogy te azt hiszed, hogy gátol. Tehát valójában az is egy természetes történés. Hát éppen az van, ugye csak tudsz róla, mert hát akkor te én vagy, még akkor ott van valami, és az nekem nem jó. És attól ugye az a tudás, az még jobban megerősíti a valóságban azt, hogy ott, ott van egy probléma, vagy van egy gond, és az én azt mindig meg akarja oldani. Valójában a pénz is csak néhány számjegy egy papíron, vagy vagy esetleg a, a telefonodon, ugye a az elektronikus számládon, tehát igazából csak, csak számjegyek, amik, amik értéket képviselnek, vagy nem tudom, mert ilyen a világ, de valójában most már így a virtuális pénzzel valójában olyan, mint hogyha nem is lenne pénz, csak úgy fizetgetsz, tudod? Tehát, az is csak egy, csak egy tudás, hogy most van pénzem, vagy nincs pénzem, vagy lehet, hogy épp fizetnem kell, és akkor nincs nálam, akkor meg valami történik utána. Mindig lesz valami, mindig, mindig. Olyan soha nincs, hogy ne legyen valahogy. Igen, igen, igen. Ezt gondolom, ezt szokták így a pszichiáterek, mert nem tudom, ez a probléma megoldó készséged, hogy az milyen, de uh, igen, tehát itt, amikor ugye a szabad végtelen szabadságról beszélünk, vagy ugye energetikailag történhetnek olyan dolgok, változások, akár látszólag testben, hogy uh, igen, hogy nem, nem, nem jön a, a munkára, ugye a a készség, hogy dolgozni meg pénzt keresni, mert ugye pont arról szól, hogy szétesik az egész rendszer, tehát szétesik az a koncepció hitrendszer, hogy dolgoznom kell ahhoz, hogy pénzt keressek. Bőség hát sokféle ponten, formában. Vagyok. A bőség sokféle formában meg tud érkezni, nem feltétlenül pénz, csak ugye a egyszer csak úgy, amikor az élet néz a, a, a szemeken keresztül, akkor úgy, úgy elkezded észrevenni, hogy valójában minden ott van, csak, csak észre kell venni. Ezt elég nehéz így ugye az én, az elkülönültség szemszögéből, mert ott folyamatosan hiány van, tehát nem igazán tudsz mit csinálni. Úgy sincs senki, aki bármit is tegyen. Jó, akkor azt mondjad, hogy mikor fogsz minket átvarázsolni már végre? Én nem varázsolok el, mert nincs én, csak egy test van, ami beszél. Kettő, a varázslás, ugye, hát az. Ezt nem lehet előre tudni. Én, én is ugyanezt mert... akarom megélni, mint te ez is egy utánzó program, látod, tehát ez, én nem élek meg semmit. Itt ez csak igen, a igen, között. én szeretnélek utánozni, szeretnék utánozni. <laughs> igen. sokan vágynak erre a szabadságra, de hát ez... Um, nem ígérem, én, nem, ígérem, nem, tartok, ígérem, nem tartok, előadásokat, jó? Az, é, az, élet a főnök, de mondtam, hogy jó sok pénzért lett, hogy elárulom a titkos tanítást. Jó, ja, megbeszéljük. <laughs> Igen, igen. Már két Ferrari-t ígértem, de hát... igen, meg egy Porsche-t. Az élet a főnök, az élet a főnök mindig. Csak azt hiszed, hogy te vagy de az élet a főnök. Na jól van, oké. Okay. Kedvesek mindenki, szép estét, és akkor holnap lesz angolul élő köszönjük, az, hogy köszönjük, köszönjük, az időpontban. köszönjük, köszönjük, köszönjük. Uh, Úgyhogy akkor találkozunk majd az élőn 25-én uh, május, de lehet, hogy addig még lesz uh, Zoom, vagy nem tudom, hogy meglátom, de élő a Youtube-on biztos. Úgyhogy holnap az angol élőn találkozunk, és uh, minden szépet köszi, hogy itt voltatok. Köszi, köszi, köszi! Sziasztok! Hello, hello, puszi mindenkinek!